Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy van-e egy közös út, vagy mi várható a következő 3 hónapban. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lidiana számára. Kedves Lidiana, üdvözöllek téged, mint ahogy írtad, neked van egy párkapcsolatod, de ez a párkapcsolat olyan se veled, se nélküled. Nem tudod, hogyan tovább, és emiatt nézzük meg itt ennél a jóslásnál, hogy mi várható rád, mi várható rátok a következő hónapokban, hogyan tovább. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó, és ez a kártya egy pár kapcsolatra utal. Ne add fel a reményt. Bíz ebben a szeretetben, ebben a szerelemben. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a tolvaj mutatja. Az lehet, hogy valaki becsapta őt, meg az is előfordulhat, hogy elveszített valamit, vagy valaki ellopott tőle valamit, de ha érzelmekről van szó, akkor ez a kártya arra utal, hogy félelmei vannak, fél attól, hogy te megismerkedsz valakivel, és elveszít téged. Mi az, ami összeköt benneteket? Van itt egy lehetőség arra, hogy legyen egy közös jövőtök, a választ mutatja ez a szerelmes pár. Az lenne fontos, hogy nyitott legyen az érzelmekre, kimutassa a szeretetét, és áttegye magát a félelmeken, akkor te megbíznál benne, és kerestek itt egy kiutat, egy közös utat. De nem utasd ki azt, hogy te bizonytalan vagy, hanem légy türelmes, amíg ő rendezi a dolgait, amíg ő egy közös jövőről beszél. És pontosan ez, ami várható itt a jövőben. A te lépéseidet itt ezek a kártyák mutatják, de azt is, hogy mi várható a következő 3 hónapban. A te lépéseidet itt ezek a kártyák mutatják, amit tenni kell. Itt ez az első kártya jelent egy kihívást, támadásokat, és itt meg kell, hogy védjed magadat, te győzni fogsz. A háttérben ez a szürke felhő utal a félelmekre. Ezek lehetnek a te félelmeid is, és átteszed magadat ezeken az érzéseken, de mivel itt a kártya az ő jelenlegi helyzeténél szintén a félelmekre utal, fél attól, hogy elveszít téged, te érezni fogod, hogy mi van nála, és elgondolkodsz azon, hogy mi váltja ki nála ezeket a félelmeket. Itt javulni fognak a dolgok, és megérted őt, a viselkedését is, itt lesz számodra egy győzelem. A második kártya mutatja a visszahúzódást, bíz abban, hogy rendeződnek a dolgok, és ő közeledik hozzád, kell, hogy ő látogasson meg téged, légy visszahúzódó. A harmadik kártya mutatja azt, mennyire fontos a türelem. Türelem rózsát terem. Itt
Ezek az érmék utalnak a föld elemére, és az a reális dolgokat mutatja. Tehát ez az álom, ez a vágy, ez megvalósul, és lesz köztetek egy közös életút. Az érmék nem csak a reális dolgokra utalnak, hanem a vagyoni dolgokra, az értékekre, a belső értékekre is. Légy magabiztos, te értékes vagy számára, nem csak te, hanem ez a szerelem, ez a párkapcsolat is. Bíz magadban, bíz benne, és bízál a jövőben. Mi történik a következő 3 hónapban? Novemberben lesznek még kihívások. Minden olyan átláthatatlan. Túl korai itt döntéseket hozni. December hónapban légy visszahúzódó, és kell, hogy ő jelentkezzen, de azt is jelentheti, hogy ő húzódik vissza, és várnod kell, de ne add fel, mert kialakul köztetek egy szép párkapcsolat, és ez érezhető lesz január hónapban, mert itt jönnek a reális dolgok, és ő nyitott lesz erre a szerelemre, erre a párkapcsolatra. Az ő lépéseit itt ezek a kártyák mutatják, itt lesznek megújulások, ő átteszi magát a félelmein, megvannak az álmai, a vágyai, és szeretné, hogy ez megvalósuljon, de neki időre van szüksége, amíg így meg lesz ez a belső nyugalom, ez a belső harmónia, és bízik abban, hogy minden jóra fordul körülötte is, és a ti párkapcsolatotokban is. November hónapban vannak a megújulások, változik valami nála. December hónapban vannak álmai, vágyai, reményei, de az lehet, hogy ő nem jelentkezik, hanem visszahúzódó, mint ahogy ez a kép is mutatja. Nem mutatja ki az érzelmeit, de higgy abban, hogy szeret téged, és januárban lesznek itt döntések, és megtalálja a kiutat, a belső nyugalmat, a belső harmóniát. Most megkérdezném az ingát, lesz ebből egy komoly párkapcsolat? Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra mozdul ki, az azt jelenti, igen, itt van egy közös jövő. Ha az inga balra fordul ki, akkor ebből nem lesz semmi. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Ő várakoztat téged, ez el fog néhány hónapig tartani, amíg nyitott lesz, az érzelmeit kimutatja, és párkapcsolatról beszél, de van egy közös jövő. Kedves Lidiana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!